A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. Ennek a rendezvénynek két oldala van, a fogadhajtó világkupa verseny és a világhírű bécsi spanyol lovasiskolának a gála műsora. Premier lesz a Papp László arénában. December 3-án, 4-én lesz a bécsi spanyol iskola első előadása Budapesten. Maga az, hogy itt tud lenni egy világkupa forduló, ez önmagában jelenti azt, hogy elismerik a magyar fogadhajtást, elismerik a magyar szervezést, elismerik a magyar rendezést, és természetesen a magyar közönséget is. Minden versenyhelyszínen konkrétan telt csarnok előtt folyik a versenyszám. Nagyon szeretik, és évről évre visszatérnek ezek a versenyhelyszínek. Komoly pályázatok alapján lehet megfelelni ezeknek a kiírásoknak. Kézzelfogható történt a két dobrovisznak a szereplése a világkupa versenysorozatban. Ők a szabad téren teljesen más fogattal indulnak, apa és fia, mint a federes versenysorozatban. Teljesen más felkészültséget igényel a hajtók és a lovak részéről is. Hajtók ugyanazok, sok esetben a hajtóknál a lovak azok változnak, hiszen teljesen más elvárásoknak kell megfelelni egy federes versenyen, mint egy szabadtéri klasszikus fogadhajtó versenyen. Lesz egy szombat úgynevezett bemelegítő versenyszám, ami vasárnap indulás és sorrendért fog menni. Vasárnap lesz Isten igazából a fő szám, amikor az első három, aki az első körbe nyer, illetve első három helyzet lesz, ő fog bekerülni a hármas döntőbe. Nyilván azzal lennék elégedett, hogyha a két fiú bekerülne a három közé, utána meg hát nagyon sok mindenem múlik. Szerencsén lovakon sok mindenem. A 450 éves bécsi spanyol lovasiskola a mutatványát, amely világon a legjobb, a lipicai lóra tette. A lipicai ló a legrégebb óta Európában tenyésztett fajta, amelynek 8 törzse van. Magyar vonatkozásai is vannak, mert a lipicai fajtájú ló Magyarországon őshonos. Spanyol iskolának a története, a bécsi spanyol iskolájé pedig, hogy első Ferdinánd fia, második Miksa 1526-ban a kádorumbi ménes megteremtésével tette le a spanyol lovasiskolának az alapjait, majd 1572-ben megalapították, negyedik Károly 1735-ben a világörökség részét képező Hofburgba tette át. Ember és állat között magasabb együttműködési színvonal nem működhet. A kultúra, az elegancia, a sport, az attraktív mozgás, a fizika törvényeinek, a gravitációnak a leküzdése a földfeletti ugrásokkal olyan élményekkel gazdagítja a nézőt, amely egy életen át megmarad az emlékezetében. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.